mennyből az angyal, menj sietve az üszkös, fagyos Budapestre. Oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok. Ahol nem csillog a karácsony. Nincsen aranydió a fákon. Nincs más, csak fagy, didergés, éjség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakából. Angyal, vigyél hírt a csodát. Mondd el, mert ez világ csodája. Egy szegény nép karácsonyfája. Osztály, vigyázz! Nem kell úgy ordítani, fiam. Nem katonai parádé vagyunk. Határozottan, de nem üvöltve. Elnézést, a tanácsomnak tisztelettel jelentem, az osztály létszáma 28 fő, 20 fő hiányzik és csak 80 vagyunk. Csányi kolléga, örülök, hogy itt találom. A másik osztály tanára elfelejt egy nagyot. Szeretném bejelenteni, hogy holnaptól egy hetes rendkívüli szünetet rendelek el az ellenforradalmi lázongások miatt. Hol mondjad, mit mondtál, fiam? Mondja csak hangosan? Nem mondtam semmit. Gyere csak ki, a légy visszerítsét is meghallom. Hogy hívnak? Kemecsei bárom. Mi az a bár? Csepelen Megus. Ki mondta ezt neked, hogy forradalomban? Senki. Ne hazudj! Nézd rá, mondd csak mennyi ott van. El tudod neked mindent intézni. Főiskolára jöttetsz. No mondd el szépen. Ki mondta ezt neked, hogy forradalomban? Csányi tanár? Nem, az utcán hallottam. Veszélyes vizeken jár, Csányi. Ha az utcán felborítják a törvényes rendet, az ellenforradalom. De ez a rend elvette a jogainkat. A fiatalok az utcán a jogaikért küzdenek és harcolnak, és ez forradalom! Milyen napra kész, Csányi? Véletlenül nem grófok voltak a szüleim? Véletlenül ön nem angol kém? Megbélyegzés. Félelemkeltés. Ez a ti módszeretek. Válogass meg a szavaidat. Ha végeztünk a csöpcsedékkel az utcán, te következel!
fiatal sem. Várj, hol vagy? Dóra, hol vagy? Nincs megelet. Csak a vér van, csak a gyász. Angyal, vidd meg a hírt az égből. Mindig új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhány szok, a költő, a szamács, a pásztor. Az alomban a jászol mellett, ha az élet elevent ellent. A csodát most is ők vigyázzák, leheletükkel állnak strázsát. Ez egy szabad ország. Szabadon szeretünk, szabadon alkotunk, szabadon élünk. De néha érdemes megállni és visszaemlékezni azokra, akik ezt a szabadságot kivívták. Köszönjük!